Közös imával kezdődött az Élni teljesen jobb program a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. Az országos rendezvényre két helyszínen várták az egyedülállókat, házaspárokat, családokat. A családok helyzete a mai világban eléggé megkérdőjelezett. Már pusztán az is egy kérdés, hogy mit tekintünk családnak, hogy kik alkotnak egy családot, hogy a családon belül hogyan kell hozzáállni az élethez, az élet szolgálatához, az élet elfogadásához, az élet felneveléséhez. Ezekben a kérdésekben, ahol bizonytalanságok vannak, mert sokféle vélemény hangzik egyforma erővel a világba, azt éreztük, hogy fontos, hogy a katolikus egyház álláspontja is elhangozzék megfelelő erővel, megfelelő súllyal. A nap folyamán a természetes fogantatástól a természetes halálig többféle témában tájékozódhattak a résztvevők. Szóba került a családtervezés, az abortusz, az örökbefogadás, a nevelőszülőség, a lelki örökbefogadás, a közösség megtartó ereje és az időskor. Az egész nap az életről szól, az élet érkezéséről, az élet fogantatásáról és az élet fejlődéséről és ennek tiszteletéről. Ennek a témakörnek minden pontját körüljárjuk, azt is, hogyha nem érkezik a baba, azt is, hogyha érkezik a baba, azt is, hogyha másképp érkezik, mint ahogy szerettük volna, és azt is, hogy hogyan lehet a születésnek az örömét, illetve a születéssel járó esetleges nehézségeket, fájdalmakat közösségben egymás támogatásával feldolgozni, akár a házaspár, a család önmagán belül, akár a család, az őt körülvevő közösség erejével és segítségével. A rendezvényen standokon keresztül mutatkoztak be az életvédelem területén dolgozó szakemberek, közösségek, szervezetek. A programra minden korosztályt vártak. Látjuk a regisztrációban, hogy nagyon-nagyon sok kisgyerekes családot is megszólítottunk, rengetegen vannak a másik helyszínen is, mindenféle korosztályban. Fiatalok is vannak, tehát itt most mi minden korosztályra is készültünk, így is hirdettük meg, és ez így is történt, hogy vannak az idősektől elkezdve nagyon kicsikig is. Úgyhogy mi is így gondoljuk, hogy mindenkinek van az életvédelemben feladata. A fiatalok számára a Ciszterci Szent István Gimnáziumban tartottak előadásokat olyan témákban, mint a párválasztás, gyermekáldás, hivatás. Itt workshopokra is várták a diákokat, többek között olyan témákban, mint a szerelem, a barátság, a lelki terhek feldolgozása.